Sok szeretettel köszöntelek benneteket, Pénzes Gábor, nagyon örülök, hogy itt lehetek. Én alapvetően a Corvinus Egyetemen tanulok gazdaságinformatikát, és a fő érdeklődési köröm tevékenysége a blockchain technológiához, illetve az ahhoz hasonló technológiákhoz kapcsolódik. Alapvetően úgy terveztem ezt az előadást, hogy igyekszek mindenki számára úgy megfelelni. Az is, aki már tudja nagyjából, milyen az a blockchain technológia, meg annak is, aki még egyáltalán nem tudja, de úgy igyekeztem felépíteni. És hogy a címet is, ahogy látjátok, igyekszem úgy felépíteni ezt, hogy ahogy megbeszéltük a szervezőkkel, hogy olyan gyakorlati haszna legyen. Mert mikrofon nélkül is vagy a felvétel miatt? Jó, akkor kell. Jó, tehát olyan gyakorlatilasabbra terveztem, hogy lássuk, hogy igazából milyen haszna van, tehát nem fog belemenni az, hogy informatikailag hogyan néz ki, hogyan vonzogatjuk az egyes részeket. És jó, hát akkor csapjunk is bele. Úgy terveztem, hogy előadás alatt, hogyha felmerülnek kérdések, ahol ne elfelejtsétek, írjátok be a www.slido.com-at, és az event hónál megint beírjátok a 9011-et, akkor fel tudtok tenni kérdéseket, ahogy csak eszetekbe jutott. Látjátok a beérkezett kérdéseket az eventhez, és tudjátok értékelni is egymás kérdéseit. Alapvetően előadás végén így szoktam, hogy a legtöbb lájkot kapott kérdéssel kezdjük a megválaszolást. Meg akkor így, hogyha felnőtt mehetek kérdés, nem marad el, nem felejtetek el. Nagyjából egy órás az idősávunk, így igyekszem inkább fölhozni olyan témákat, ami hogyha felkelt az érdeklődésére, akkor utána tudtok nézni. Tehát inkább az érdeklődés felkeltés, megértés lesz a cél. Maga az event kódot, ahol látható lesz végig a szlájdokon, ahogy csináltam meg. Jó. Akkor bele is vágok. Alapvetően a mai világunkban, amit látunk, az az, hogy nem csak informatikai megvalósítás terén, hanem mint szolgáltatásoknál, vagy társadalom szerkezetileg látunk egyféle vagy centralizációt, mint bal oldalon láthatjuk, vagy valamilyen szinten decentralizációt, valamilyen mértékben. De látjuk azt, hogy mindig vannak olyan pontok manapság, amik egy kicsit fontosabbak, mint a többiek. Vegyünk egy egyszerű példát, hogy lássuk is, ez miről szól. Például tudunk-e fizetni, mondjuk, hogyha vagyunk egy banknál, akkor a bankot kikerülve nem nagyon tudunk fizetni, kivéve, hogyha persze készpénzt használunk. Vagy igazából maga az internet, hogy fizikailag ki van építve, az is gyakorlatilag úgy néz ki, hogy mondjuk vannak a szolgáltatók, egymással kapcsolatban vannak, nem mindig bankhoz magasabbra, de mi be vagyunk hozzájuk kötve. Van egyfajta függés mindig egy harmadik féltől. És ez egy nagyon fontos gondolat lesz számunkra az, hogy mindig van valamitől függés, ezek a rendszerek nem mindig hibatűrők, meg kell bíznunk ezekben a pontokban, ahhoz, hogy haladjunk gyakorlatilag. És jön egy másik elgondolás. Azt mondjuk, hogy legyenek egyenlőek ezek a pontok, itt vannak ebben a közösségben. Gyakorlatilag a közösség modellekről beszélünk. Itt most kicsit el kell engedjük a fantáziákat is, nem muszáj ragaszkodnunk valamilyen berögződéshez, csak gondoljuk egyszerűen végig ezt a két modell. Most hosszan egy egyszerű rajzot, itt látjuk, hogy ezek a pontok, erre azt mondjuk mondani, ez egy elosztott rendszer. Egyenrangú pontok, nincs hierarchia, stb. De másképp működik, ez egy közösség. Viszont ugyanazt a melót, amit idáig csinált nekünk valamelyik úgymond központ, azt itt is meg kell csinálni. Legegyszerűbb példa, amin keresztül ezt lehet szemléltetni, illetve a fő motiváció is hozzáknak a rendszereknek a megalakítása során, a kifejlesztése során, azok az ilyen pénzügyi szolgáltatásoknak a rendszerei. Jól látjuk, hogy egy ilyen elosztott rendszerben, ha azt mondjuk, hogy kiveszik a bankot, megoldunk, hogy minden csak úgy, simán. Valahogy nyilván kell tartani az egyenlegeket gyakorlatilag. A tranzakciókat, amik végbe mennek, azt mondjam, hogy könyvelnie kell valakinek. Tehát ezt valahogy meg kell oldani, de már látjuk azt, hogy tetszik nekünk a gondolat, vagy legalábbis szeretünk vele foglalkozni. És akkor jönnek technológiák nekünk, nem csak a blockchain valami, ez a megoldás, innen vannak mások is, ezt csak így feldobtam, de jelen előadásban csak a fölött blockchainről fog beszélni, tehát van más, a tengerledger, vagy a hashgraph, ami még valamelyik csak elméleti szinten fut jelenleg. Na most, a legegyszerűbben úgy tudnám elmondani nektek, hogy mi az a blockchain, hogy úgy kell, mint egy spirálfüzetet. Itt vagyunk, mi gyakorlatilag egy közösség vagyunk, ebben a közösségben kell egy szabályrendszer, ami szerint éljük az életünket.
aki nem fogadja ezt a szabályrendszert, az nem tud jól benne lenni a közösségünkben. Akik más szabályrendszert használnak, ők egy más közösségnek úgymond a tagjai. Ez gyakorlatilag a társadalomban is így van, csak mi el kell vonatkoztassunk így a hétköznapi értelemben. Tehát mondjuk azt, itt vagyunk egy közösség, vagyunk egy ilyen 15-20-an. És azt mondjuk, hogy elsőkor legyen mindenkinek egy fehér A4-es lap. És azt mondom, hogy én Gábor szeretnék mondjuk utalni mondjuk 5 garast Zolinak, ekkor mindenki megnézi, hogy ez egyáltalán lehetséges-e. Ezt ki tudjuk-e vitelezni? Nekem van 5 garasom, Zolinak meg van annyi hely, hogy eltárulja azért 5 garasomat, hogy látszáljon neki utalni. És akkor ezt mindenki fölírja. Azt mondjuk ezen a lapon, hogy jó, ezt a fölírtuk, ez egy tranzakció. Lesznek még ilyen tranzakciónk egymás között, mind-mind megnézzük, hogy ez hogy néz ki. Előbb-utóbb ez a lap betelik. Ha betelt ez a lap, akkor ezt nekünk a spirál füzetünk közül hozzá kell fűzni. A spirál füzet közel mindenkinél megvan. Viszont ahhoz, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy ez mindenki ugyanazt csinálta, és senki sem csalt, vagy nem szeretne valami turpisában a dologban, ahhoz elindul egy ilyen hitelesítési lezárási eljárás, hogy a megfelelő elfogott lapot csatoljuk hozzá a füzethez. Később ezekhez a lapokhoz, amiket a füzethez fűztünk, már nem gyúlunk hozzá. Azok tök fixek, nem lehet utólag úgymond kitépni, módosítani, meg stb. Mindenki elővesző van a kis számológépét, és elkezdünk megoldani egy matematikai problémát. Elindul egy ilyen verseny. Egyrészt azért is, hogy ezt ne ilyen formátumban tárjuk, hanem kicsit tömörítsük, stb. Tehát egyszerűen fogva elindul egy ilyen verseny, aki előbb úgymond megtalálja a megoldást, vagy ilyesmi, de elkezdi hitelesíteni ezt a lapot. Ezeket a lapokat úgy értelmezünk, mint a blockchain, úgymond a blokkokat. Ugye a blockchain, mint szó, ugye a blokk az adat blokkra utal, a chain meg láncra. Tehát valami össze van fűzve. Ezért mondtam, hogy a spirálfüzeten keresztül szerintem jól meg lehet érteni ennek a működését. És amikor az az ember, aki előbb oldott meg a problémát, az bemutatja ezt a többieknek. Mindenki leellenőrzi, hogy ez valóban a megfelelően, és a csapatnak a nagy része egyetért, akkor ezt hozzáfűzzük a füzetünkhöz. És előveszünk a következő lapot. Hát a blockchain-ben az egy gyakorlatilag adatszerkezet. Egy folyamatosan növekvő listát tartunk nyilván a tranzakcióban. Általában a tranzakciókat nem feléten kell egy pénzügyi értelemben végre venni, ezt lehet rugalmasabban értelmezni, később majd minden bemutatom, hogy mikre lehet még érteni. Most alap esetben ez egy megoldás, ezt hívjuk általában proof of work-nek. Ugye ennél a szakasznál van a bányászás, ezt hívjuk a bányászás folyamatában, amikor azon dolgozunk, hogy hitelesítsük ezt a lapot, ezt a blokkot, és ha megtaláljuk ezt a megfelelő kódot nekünk. Viszont nem mindenki akar ebben a rendszerben úgymond dolgozni. Tehát nem mindenki szeretne értelemszerűen most foglalkozni azzal, hogy most hitelesítjük a lapokat, stb. Erre vannak úgymond önkéntes részvétele pontok, akik ezt szívesen csinálnák, őket szintén szoktuk úgymond bányászokkal hívni. Kicsit tovább menjünk, akkor azt mondjuk, hogy nem csak ilyen módon lehet elfogadni ezeket az új lapokat, blokkokat. Nem csak ez a megoldás létezik. Nagyon sok megoldás létezik arra, hogy milyen szabályrendszer szerint éljük gyakorlatilag a mi kis közösségünknek az életét. Ezeket éljük úgymond a konszenzus mechanizmusoknak, a megegyezési mechanizmusoknak. Az csak egy fajtája, amikor van benne úgymond bányászás. Nem mindig kell bányászni. Van nagyon sokféle ilyen eljárás, csak általában azért van ez gyakrabban benne a köztudatban, mert Bitcoin miatt ezt terjedte, hogy ez van. De alapvetően nagyon sokféle van. Például a megoldás is van, mert a megegyezésre, hogy letétbe kell helyezni egy bizonyos összeget, és aki hozzá szeretne csatolni blokkot, a többiekre ellenőrzik, és hogyha helyes, tehát látják, hogy nem csalt, akkor a pénzt nem bukja el, hanem még kap hozzá. Értelemszerűen, ha észreveszi a csapat, akik ellenőrzik ezt, hogy van valami csalás, akkor elbukja. Nagyon egyszerűen fogalmaz ez a proof of stake. De most nem mennék bele ebbe se, csak azt kell látnunk, hogy van nekünk egy közösségünk, vissza is szaladok, ez nagyon fontos lesz nekünk. Van nekünk egy ilyen a közösségünk, ahol egyenlőek a pontok alapvetően. És nekünk a működés érdekében ahhoz, hogy tudjon menni ez a rendszer, működjön, különböző megoldásokat találunk, és itt most a blockchain az, amire most itt kitértünk. És ebben különböző szabályrendszerek alapján elfogadjuk azt, hogy a következő babon, hogy abban a füzetben milyen legyen.
Ezt a füzetet nem kell mindenkinek eltárolnia, de bárki is eltárolhatja, bárkinél meg lehet. Amit lehet hallani még a köztudatban, az a forkolás, a bűnlázás, de nem szoktuk ezt ilyen magyarosan kiejteni. Az lényegében csak annyi, hogyha van egy szoftver, úgymond szoftver frissítés ebben a szabályrendszerben. Akkor elindul egy más közösség. Tehát, hogyha van egy szabályrendszer, ami szerint ide egy közösség, van egy másik szabályrendszer, ide egy közösség, nem feltétlenül vannak mindig átfedésben, de van olyan átfedésben, van, tehát kompatibilisek egymással. Csak emiatt lehet hallani ezeket a rémhíreket, amikor mondják, hogy jön egy hardcore, vagy egy bármilyen for. Mert nem mindegy, hogy a mi közösségünkből a csapat most áttér egy másikra, vagy nem tér át. De ez még egy ilyen feltésben levő történet. Milyen előnyei vannak, hogy alapvetően ennek az egésznek? Elírtam? Jó. Milyen előnyei lehetnek? Utólag nem tudjuk módosítani azt, hogy benne van a könyvelésben. Ez már egy nagy pozitívum, hogy meg tudjuk oldani azt, hogy nincsen nekünk egy központi szereplő, akivel meg kell bíznunk, és igazából úgymond bízunk benne, mert ő igazából módosíthatja ugye a mostani rendszer szerint az adatbázisokat. De most ebben a megoldásban ez nem lehet, nem lehet utólag módosítani ezt. Megoldjuk azt a problémát, hogy ne lehessen valamit kétszer elkölteni. Ugye ez megint a pénzügyeknél mindenő alapvetően, amikor vannak digitális, amikor utalunk pénzt, ugyanazt a pénzt ne lehessen kétszer elkölteni. Ez is egy nagy probléma, de ezt is meg tudjuk ezzel a megoldással oldani. Ugye szoktak emlegetni ilyen blockchain-es konferenciákon, ilyen beszélgetéseken, ez a bizánci táborok problémája. Ki az, aki hallott már? Jó, nem baj. Azért vagyok itt, hogy meséljek van. Ez egy olyan probléma, hogy képzeljük el, hogy van egy város, és azt körbe vették egyes csapatok. És majd a mi csapatjaink körbe vették ezt a várost, és szeretnénk megbeszélni egy támadási időpontot. Ha nem egy időben támadnak a csapatjaink, akkor kész, nincs esélye. Nekünk egyszerre kell támadnunk, de meg kell beszélnünk egy időpontot. De ugye nincsen főnök, mert most a csapatok itt széljel vannak. Viszont nem tudhatjuk, hogyha kiadunk egy időpontot, hogy vajon a hírvivők nem fognak-e, vagy egyes pontok nem fognak-e hamis vagy rossz időpontot megadni. Hát valamivel nekünk el kell érnünk azt, hogy ez az időpont ez megegyezzen. És pontosan, ahogy bemutattam, erre ad gyakorlatilag megoldást ez a technológia. Ugyanis, ahogy láttuk a füzetlapok esetében, ugye elkezd mindenki azzal foglalkozni, hogy van mondjuk megoldani egy matematikai problémát, ennek az átlag ideje megoldani mondjuk 10 perc. Most aki megtalálja ennek a megoldást, hogy mondtam, az körbe küldi, és ellenőrzik, hogyha megfelelő. Ha nem megfelelő, akkor az ellenőrzésen el fog bukni, mert csak a jó tudnak tovább menni. És így szépen mindenki ha már azokra építkezik, akinél azokra építkezünk, amik már megoldottak, elfogadottak, mint ahogy a spirál füzetnél is. Amit nem beleraktunk a füzetbe, abban már nem nyúlunk bele, azt használjuk alapvetően. És így megyünk tovább. Most ahhoz, hogy ki tudjuk játszani ezt a rendszert, ahhoz nekünk nagyon sok számítási kapacitással kéne rendelkeznünk. Ezzel sokkal nehezebb, tehát ezt nehezebb megoldani, az ennyi kapacitással rendelkezzünk. Milyen gyenge pontjai lehetnek alapvetően ennek a rendszernek? Alapvetően még nem tudtuk találni olyan megegyezési mechanizmust, tehát a szabályrendszer, ami a teljesen univerzálisan megfelelő lenne. Tehát láthatjuk, hogy például a bitcoin bányászással mindenki hallott. Azt is hallottuk, hogy rengeteg energiát igényel, mondhatjuk azt, hogy elpazarol. Ez amúgy egy nagyon jól vizsgázott megegyezési mechanizmus, nagyon jól működik, viszont tényleg róla egy nagy környezeti terhet a világra. Hát én úgy gondolom, hogy még nem találtam, hogy igazán megfelelően, ami jól működne. Ezen még dolgozni kell, még az elején vagyunk a dolgnak. Másik probléma, hogy amikor egy ilyen szabályrendszert kialakítunk, mindig gondolnunk kell arra, hogy ki az, aki szeretne is ebben dolgozni. Miért éri meg annak, aki ebben a rendszerben dolgozik? Ugye például a bányász esetében ugye a bányászok kapnak úgymond a rendszertől, még ki nem bányászok úgymond pénzeket, koinokat. De ott van egyfajta motiváció. De ezt jól meg kell oldani, hogy a torrentnél is például megnézzük, igazából, hogyha
nem jár semmi szankció azért, hogy most szívenünk vagy nem szívenünk, akkor mindenki csak letöltene, aztán ennyi volt. De ez el is gondolnunk kell. Ugye a gyenge pont, amíg megjelenik az, hogy egy hierarchikus rendszerben van valami struktúrája, sokkal könnyebb keresni, könnyebb dolgozni benne. Ha egy elosztott rendszerről beszélünk, egy elosztott rendszerben, hogyha nő a csomópontoknak a száma, egyre nehezebb benne dolgozni. És ez egy gyenge pontja ennek a történetnek, hogy még nem oldottuk meg azt, hogyha folyamatosan növekszik a csomópontok száma, akkor abban elkerüljük a lassulását, nem az abban való keresést. Eljutunk odáig, hogy a tranzakciók, amik történnek ebben a rendszerben, ebben a könyvelésben, azok egyedileg vannak aláírva, nincsenek úgymond egyforma tranzakciók. Vannak úgymond privát kulcsok, de ezzel nem foglalkozunk. Azzal foglalkozunk, hogy egyedi tranzakcióink vannak, mivel történnek az utalások, ezeket a tranzakciókat könyveljük. A pénzügyi példán keresztül lehet a legegyszerűbben megérteni, hogy ki kinek küld, és ezt könyveljük. És gyakorlatilag egyenlőnket honnan láthatjuk meg, hogyha belenézünk a könyvelésbe, és a hozzánk tartozó úgymond kód alatt megnézzük, ilyen események volt, stb. És a végén mi most hol tartunk egyenlegben. Ezzel megteremtődik annak a lehetősége, hogy az értékeket tudjuk cserélni bármilyen az értékét. Ilyen szempontból lehet értéke festménynek, ingatlannak, autóadásvételnek. Mert ugyanúgy, ahogy a mostani világban ez papíron történik, ezt át lehet egyszerűen ültetni a digitális formában. És ez egy megfelelő megoldás lehet arra, hogy ezeket mondan, tudjuk cserélni, magát a tulajdonjogát, de bárminek. Tehát olyat is meg tudunk valósítani ezzel a technológiával, amiatt, hogy ez egy jó megoldás a könyvelésre, hogy mondjuk én szeretném, hogy a Mona Lisának az 1%-át birtokolni. És ez lehetségessé válhat, hogyha ezt jól átviszünk. Tehát az értékek cseréje az, ami ezt nagyon jól meg tud valósulni. Hogy az internet megteremtett a lehetőséget arra, hogy az információ tök jól tudjon áramolni, a blockchain, tehát az ahhoz hasonló technológiák megteremtik annak a lehetőségét, hogy az értékek tudjanak nagyon szabadon tárgyalni. Említettem, hogy át lehet ültetni bizonyos dolgokat, ugye, hogy van papírosan, át lehet ültetni digitálisan is. Szoktuk mondani, hogy ezeket így smart contracteknek, okos szerződéseknek, mert hogy ezekben a blokkokban, adatblokkokban, egyszerűen fogalmazva, mi kis pirámfizetünkben alapvetően idáig eltároltuk, kiküldött kinek, meg adatok táblásával foglalkoztunk. De a mostani megvalósításában már ott tartunk, hogy futtatható kódok táblását is képesek vagyunk megvalósítani. Ez pedig lehetővé tette azt, hogy elosztott rendszereken futtassunk gyakorlatilag decentralizált alkalmazásokat. Ugye mivel nincsen központ, nincsen központ irányítás, ellenőrzés, ezek a programok gyakorlatilag tudnak önálló életet is élni időnként, ugye harmadik fél kihagyása nélkül. Valamokat lehet megvalósítani ezzel például, azt mondom, hogy ha én majd szeretnék, mondjuk egy gyűjtőkocsi életem során felhozok egy pénzösszeget, és azt mondom, hogy én szeretném, hogyha a gyerekem 18 éves korától kapjon havonta mondjuk 20.000 forintot, de csak ennyit, és csak ehhez férjen hozzá, ez gyakorlatilag úgymond programkódilag meg lehet valósítani. Tehát itt el kell engedjük teljesen azt, amikor erről beszélünk, hogy mi van most, mert azon kell gondolkozni, hogy mi az, ami lehet mi. És ebben ilyen potenciálok rejlenek. Hogyha le szeretnék kötni egy pénzösszeget, mondjuk 10 évre, és ténylegesen azt, hogy ne lehessen hozzányúlni, meg semmi, azt meg lehet valósítani gyakorlatilag programkódon keresztül is. Mi az, ami még megváltozhat igazából? Ugye beszéltünk arról, hogy a pénzügyi szolgáltatások teljesen meg tudnak változni, hogyha ki tudunk hagyni központi szereplőket. Meg tud változni az is, hogy az ellátási láncnak a menedzselése. Tehát például az, hogy vannak olyan megoldások, meg azzal foglalkoznak, hogy vannak mondjuk az állatok, tehát a csirke, malas, stb. Amiből általában az asztalokra került étel, amiből az fog származni. Ennek tudjuk követni gyakorlatilag az életútját lépésről lépésre, és tudjuk úgymond garantálni, tehát a garancia nagyon fontos ebben a rendszerben, tudjuk garantálni azt, hogy igen, hogy az a mit tudom én, Magyarországról származik, az az állat vagy sem,
meg ilyesmi. De ez nem csak ennél igaz, ugyanez igaz, tehát alkatrészekre is. Van mondjuk kódjuk, ezeket bevisszük a rendszerbe, és ezzel gyakorlatilag nyomon tudjuk követni annak a vándorlását, vagy hogy hol használták föl, stb. Ezt is meg tudjuk vele valósítani. Ahogy említettem, egy nagyon fontos, illetve jó lehetőség az, hogy a tulajdon, bárminek a tulajdon jogát tudjuk nagyon könnyen cserélni. Ez lehet bármilyen vagyontárgy, ingatlan, gépjármű. Ez is meg tudjuk valósítani, hogy beszéltem, meséltem az értékeknek a cseréjére. Tehát sokkal likvidebb tud lenni sok minden. Éppen azért, mert bízhatunk a mögötte levő dolgokat. Az, hogy nem tudjuk módosítani utól. Ugye mindig attól tartunk, hogyha van egy adott bázis, mi van akkor, hogyha ahol van tárolva, az elveszik, vagy valaki módosítja, vagy stb. Itt mivel elosztottam, hogy mondom, bárkinél ott lehet a könyvelés, így fogalmazunk, tehát bárki lehet a könyvelés, ez is egy garancia rá. Hát itt sok mindent lehet garantálni ebben a rendszerben. Ami még meg tud változni, például az egészségügyi szolgáltatások. Vagy mondjuk olyan dolgok is meg tudnak változni, hogy mondjuk a blokkokat azt ne ilyen papír formába tároljuk, hanem egy ilyen könyvelésben, mondjuk egy adott országban, vagy bárhogyan. Amiről még nem ejtettem szót, az, hogy milyen mechanizmus használunk, hogy milyen szabályrendszer, függ attól is, hogy nekünk milyen a közösségünk. Mert itt is lehet olyan közösség, ahol mindenki egyenlő, meg lehet olyan közösségünk is, ahol néhánynak van annak külön jogai, vagy másképp van kezelve egyes részük. Ezek úgymond a privát blockchain hálózatok. Ilyen értelemben például a Bitcoin, meg Ethereum, az ugye egy publikus, bárkinél ott lehet, úgymond a főkönyv, bárki csinálhat, gyakorlatilag bármit. Mi is elkezdhetünk bányászni, de egy ilyen privát blockchainben, vagy hívjuk ezt konzorciumnak is, ott nem mindig rendelkezünk ugyanazokkal a jogosultságokkal, és emiatt más lehet a szabályrendszer is. De maga a könyvelésnek a technikája az gyakorlatilag ugyanolyan. De ezért említettem, hogy egy egészségügyi rendszerben elképzelhető az, hogy vannak a pont, akik nyilván más jogosultsággal rendelkeznek, ott esetben mondjuk orvosok, vagy hát vannak mondjuk orvosok, akinek nyilván más jogosultsága van, mint egy betegnek. De úgy, hogy az orvosnak is lehet beteg jogosultsága. Tehát láthatjuk azt, hogy itt sokféleképpen lehet ezt kezelni. Amiről gondoltam kicsit többet beszélni, az, ami a legtöbb embernek a fantáziát mozgatja, a blockchain kapcsolatban, a kriptovaluták. Igazából nem is beszélnék a sokat blockchain, hogyha nem lettek volna a kriptovaluták, vagy nem lennének. De úgy gondolom, hogyha a Bitcoin nem érte el volna a 20.000 dolláros árat, akkor sokkal kevesebb előadás lenne, sokkal kevesebb ember fantáziáját mozgatná meg. Alapvetően a kriptovalutáknak a háttere az általában blockchain, de nem mindig blockchain. Általában véges elemszámok, de nem mindig. Tehát nagyon sok olyan van, hogy általában ez igaz, de nem mindig. Alapvetően, ha a szót nézzük, hogy cryptocurrencies, hogy a kripto arra utal, hogy a biztonságosság érdekében használunk rejtjelezésünk, a kriptográfiát, titkosítást használunk benne. Ami a létrejöttét mozgósította, vagy ami serkenete az, hogy ez létrejöjjön, az egy gyakorlatilag olyan dolog, hogy ha megnézzük, hogy történtek olyan események is, például a Brexit, ami magának a fontnak az árfolyamát nagyban megváltoztatta. Vagy gyakorlatilag az, hogy mondjuk a dollár már nem lehet tudni, hogy ilyen központi valuta, hanem van sok más is, vagy csak az, hogy igen, elvesztette ezt a központi átváltó szerepét. Tehát megjelent az igény arra vonatkozóan, hogy legyen egy ország független kriptovaluta, amit nem befolyásol azt, hogy milyen döntések születnek az adott államban. Mert vannak például olyan dolgok, hogy miért van az, hogy messengeren tudok üzenni egy hosszú szöveget is, másodpercek alatt el tudom küldeni mondjuk Amerikába a barátomnak, de forintot szeretnék itt utalni, és várni kell rá egy-két órát, hogy átmegyek el belfelől, és ugyanazon a banknál. Fölmerültek ilyen hasonló igények. Tehát azt, hogy szeretnék bárhonnan utalni, bárhova, bármikor, gyakorlatilag legyen alacsony tranzakciós költség, bármikor összeget szeretnék utalni, csak internet kelljen hozzá. És gyakorlatilag ekkor születtek meg a kriptovaluták, mert hogy tudnak olyan dolgokat ajánlani, amit eddigi rendszerek nem. Maga a Bitcoin meg altcoin kérdésben annyi a lényeg, hogy
Bitcoin az volt az első, ami nagyon elterjedt, utána minden más, ami utána jött, az a Bitcoin plusz alternatív, illetek úgymond az altcoinok. De ez is önmagában, ezek a kriptovaluták, mivel nincs, hogy mondjam, tehát hogy nem egy olyan dologról van szó, amit most könnyen meg tudunk fogni, hogyan mondanák azt másik, hogy azt mondjuk, hogy játékpénz. De ez nagyon érdekes, tehát hogy olyan 10 vagy 12 éve elég sokat ikaria hoztam, volt egy csomó, amelyben nem tudom, jól tudt az érték, volt egy csomó pénzem, de az önmagában csak magamat szórakoztattam, meg játszottam vele. Hát látom, hogy kell valami kapcsolat külvilággal, hogy ezt megérje foglalkozni annak, aki mondjuk bányászással foglalkozik. Úgyhogy említettem, kell valami motiváció azoknak, akik dolgoznak ebben a rendszerben. Most a bányászás során szoktak kapni azok, akik úgymond ügyesek, nagy számítási kapacitással rendelkeznek, és elérjük azt a lehetőséget, hogy csatolhassanak új lapot a fizetünkhöz, hogy kapnak ezért cserébe a rendszertől az ilyen coinokat. Direkt nem mondok forint meg ilyesmit, mert az egészen más történet. Hát kapnak a rendszerből, ki nem bányászott. De ez általában úgy néz ki, hogy mondjuk van egy mennyiség, egy meghatározott a programkódilag, mondjuk a rendszerben mennyi legyen, mondjuk a Bitcoin esetében. Csak van olyan rész, amit már kibányáznak, és azokkal lehet egymásnak küldeni tranzakciókra, felhasználni, meg ilyesek. Van egy másik rész, amit még nem bányáztunk ki. És a bányászok, amikor új blokkot csatornak hozzak, még mindig a ki nem bányászokból kapnak úgymond pénzt. Értelszer, amiatt, hogy működtetik ezt a rendszert nekünk, úgymond ezt a szolgáltatást, a tranzakciókkal közülük ezt használni, azért kapnak a tranzakciókos diákot a bányászok is. De hogy alapvetően ebből kapnak pénzt. De ezt valahogy össze kell kapcsolni a külvilágban, tehát hogy van a Bitcoin mögött ténylegesen érték, mert dolgoznak benne, van mögötte kapacitás, van egy szolgáltatás, amit az nyújt. És alapvetően maga, amiatt kezdődött el értéket eltörni, és nagyon jó volt felhasználni a fekete kereskedőben, mert a Dark Hotel, hogy ez egy fő mozgató újja volt annak, amihez be tudjon indulni. Másrészt meg jó konstrukciója volt, tehát tényleg az, hogy úgymond anonimnak szokták mondani, de igazából pseudonim, ennek most nem beszélnék. Lényeg az, hogy viszonylag jól tudtunk küldeni, úgyhogy ne derüljön ki, hogy ki küldte a pénzt kinek. Jó, tehát a kriptovalutákon általában az van, hogy van nekünk egy tárcánk. Ez általában egy szoftver, ez lehet sok helyen, ez lehet a webben, a gépükön, a PC-n, lehet olyan eszközökön is, mint egy pendrive, ilyen hardveres tárcák, de ott is gyakorlatilag egy szoftverként fut. És gyakorlatilag ez a tárca az, ami nekünk kapu ehhez a hálózathoz, ami hozzá tudjuk kapcsolódni. És amikor mi küldünk, tehát van egy tranzakció, akkor az aláírásra kerül egy privát kulcsa, ami annyira tesz ez egyedi, ami ezzel tudjuk igazolni a tulajdonjogunkat valamihez ebben a könyvelésben. És vannak publikus kulcsaink, amire ezek általában QR kód formájában lehet jól látni, ezeket tudunk fogadni. Úgymond pénzt. És ennél az láthatjuk azt, hogy vannak amik ilyen nagy, hogy mondja, a kripto tőzsdék, vagy ilyesmik, azokon a helyeken, mondjuk a Bitfinex, vagy a Bitstamp, vagy a Sexio, vagy a semmi leszek, más, mindegy. Lényeg az, hogy ezeken általában egy online tárca is, amit meg tudunk használni. Arra kell figyelni, hogy ezért a primár kulcsainkat, amivel még úgymond tudjuk igazolni a tulajdonjogunkat. Ezt általában nem szoktuk csak úgy látni, ezek benne vannak általában a fájlokban. Ha ezeket úgymond elveszítjük, akkor gyakorlatilag nem tudunk hozzáférni a pénzünk. Ez a pénzünk ott lesz, ott van a könyvelésben, de az, hogy nem tudjuk igazolni, hogy az hozzánk tartozik. Hát ezért nagyon fontos ez, hogy a pénz az nem úgy van meg, mint arany a bankban valahol, ott van helyileg, hanem gyakorlatilag a könyvelésben látszódik az, hogy mi tartozik hozzánk, vagy mi nem. Ugye van egy érdekes kérdés, ami egyre gyakrabban fel szokott merülni, az, hogy mi az, ami token és mi az, ami coin. Azt szoktuk mondani általában, azért mondom sok mindent általában, mert még minden nagyon alakul, meg sok olyan terület van, ami között átfedések vannak, vagy még homályos. A coinok azok, amik általában önálló saját botláncra is rendelkeznek, ilyen például a Bitcoin is, és általában főleg fizetési szolgáltatása van.
Tehát az, hogy tényleg fizetni szoktunk vele, általában nincs más funkciójuk. A tokenek vannak, amikkel úgymond általában van más funkciójuk is, de amúgy tudunk velük kereskedni is. Most mondok egy példát, mondjuk a való életből. Tehát van mondjuk a papírpénz, azt szoktuk általában fizetésre, aztán nagyon ritka, amikor másra használjuk. De vannak mondjuk az ékszerek, azok alapvetően van rendes funkciója is, mondjuk hordjuk díszítő elemként, stb. De azzal tudunk ugyanúgy kereskedni, és főleg itt a háború ide eléggé jó valuta tud lenni. De ezt kicsit így kell értelmezni, így lehet, hogy jobban meg lehet érteni, mert a tokenek általában nem mindig rendelkeznek, mint önálló blokklánccal, hanem valami ráépülnek. Például itt mondjuk az Ethereum rendszer, ugye aminek a kripto tokenje az Ether, azt használjuk a kriptovalutaként is, a kereskedésre, meg tök jó, meg gyors, meg ilyesmi. De alapvetően ezt föl lehet használni arra, hogy amilyen szolgáltatást nyújt maga az Ethereum, az, hogy ez egy jó platform a decentralizált alkalmazásokra, amiket rá lehet építeni. És például nagyon sok token az Ethereum rendszerét használja. És itt bekapcsolnám, hogy ugye vannak az ICO-k, amik egyre jobban elterjednek, mert egyre több magyar ICO is van. Ez lényegében az Initial Coin Offering. Lényegében az, hogy indítok egy céget, és úgy gyűjtök hozzá tőkét, hogy kibocsájtok úgymond tokeneket, amiket meg lehet vásárolni úgymond coinokkal. Egyre jobb tudom. Tehát például azt mondom, hogy kibocsátok egy olyan tokent, azt mondom, hogy mit tudom én, cipő. Ez lesz a token egy cipő. És azt mondom, hogy ezt meg lehet venni mondjuk fél bitcoinért, vagy ilyesmi. És akkor gyakorlatilag így gyűjtök a saját cégemnek úgymond tőkét. És általában az hozzátartozik az, hogy azok a cég, akik foglalkoznak, akik ICO-ként szeretnének indulni, ők csinálnak úgymond egy ilyen white paper-t. Tehát leírják azt, hogy nekik mi a rendes tervük ezzel a céggel. Mert gyakorlatilag senki sem fog csak úgy hasonlítésszerűen valakinek tőkét adni. Ezért leírják, hogy mi a tervük, hogy hány tokent szeretnének kibocsátani, ennek milyen árfolyama lesz, ezzel később milyen piacon lehet kereskedni, felhasználni, és az alapvetően miért jó. Most mondok egy példát, itt ahogy említettem, lehet adott esetben egy olyan megoldás, hogy mondjuk a blokkokat szeretnénk, amiket kapunk, vagy a nyugtákat a boltban, fizetéskor szeretnénk, hogyha ezt a blokkláncot tárolnánk. Ez a projektünknek a lényege, és azt mondjuk, hogy el szeretném mi gyűjteni mondjuk talán 15 millió USA dollárt. Akkor eltervezzük azt, hogy ez hogy fog kinézni, hogy kibocsátjuk mondjuk 10 000 tokent, és akkor ezt meg lehet vásárolni egy tokent mondjuk Ethereumért, vagy Bitcoinért, vagy ilyesmi, és így gyűjtünk magunknak tőkét. Ez az, hogy birtokoljuk egy cégnek a tokenjét, ez nem jelent tulajdonjogot, de több, mint hogyha csak ilyen crowdfunding jellegű adtuk volna valamit. A tervhez hozzátartozik általában az is, hogy megszabják azt, hogy mennyi idő alatt szeretnék összegyűjteni a pénzt, mennyi a minimális, ennek össze kell gyűjteni ahhoz, hogy el tudják intani a projektet, amik szoktak ilyen egyéb dolgokat garantálni, annak érdekében, hogy mondjuk akik gyűjtik ezeket a tőkét gyűjtik, azok ne tűnjenek el a pénzzel. Például annakat, hogy ahogy említettem, hogy a smart contract-ekkel, tokenszerződésekkel sok mindent lehet garantálni. Például kimondhatja egy cég magára, hogy olyan garanciát vállal, hogy a cégnek a dolgozói, vagy a saját dolgok nem tudnak hozzáférni a befektetett tőkének egy jelentős részéhez, vagy ilyesmi. Ezzel, hogy adnak egy garanciákat arra, hogy tényleg meg kell csinálni a projektet, így növelik úgymond a leendő befektetőkben a hitelt a projektben. Gyakorlatilag ezzel fölmérik azt, hogy mennyien hisznek az emberek az ötletben egyáltalán. Ezzel amúgy jól föl lehet mérni, hogy egyáltalán ötlettel érdemes foglalkozni, vagy sem. Mert hogyha nem sikerül összegyűjteni még az induláshoz szükséges úgymond tőkét sem, akkor gyakorlatilag vagy valamit elmondhatunk a marketingben, vagy tényleg egyszerűen az emberek nem hisznek benne és nem használnák. Tehát igazából ez egy jó megoldás lehet arra, hogy úgymond előteszlik a projekteket. Ugye beszéltem arról, hogy a tokenekről, meg most említést szeretném magára a tokenizációról. Ugye igazából mindegy, hogy az én zsebemben melyik ezres van, a lényeg az, hogy ott legyen az ezres. A lényeg az, hogy tök mindegy, hogy melyiket birtoklom. Mindegy az, hogy mondjuk egy adott márkájú cipő, aminek ugyanaz a mérete, ami rajta van, vagy tehát
teljesen ülön a cipőből, én most egy másikat hordok, az úgy mindegy. De ugyanúgy mindegy, hogy most nálam melyik bitcoin van, mert egyformát a bitcoin, mindegy. De az nem mindegy, hogy én melyik ingatlannak a tulajdonjogát birtoklom. Tehát lehetnek olyan tokenek ilyen értelemben, amik úgymond egyediek. És itt, amit láthatok ezek a kriptopárkok, ez egy nagyon érdekesség, hogy ha jól tudom, két festő, vagy képzőművész hozott létre 10 000 ilyen úgymond egyedi ilyen pixel párkot, és ez gyakorlatilag 10 000 tokent hoztak létre, de ezek a tokenek, ezek mind egyediek. Tehát, hogy nincs két ugyanolyan. És ezeknek lehet úgymond tulajdonjogát birtokolni, lehet velük kereskedni. Ez mondjuk főleg úgymond jó játék, de nem tudom, hogy hallottatok-e a Crypto Kitties-ről. Nem nagyjából, mindegy. A lényeg az, hogy volt egy másik csapat, aki kitalálta, hogy annyian szeretik a marcságot, meg azok a cukik, hogy ők csinálnak ilyen hasonló mintára, mondják is macskákat. És vannak 8. generációs macskák, és mindegyik egyedi. Tehát épp azért benne az érdekes, hogy mindegyik egyedi, és ezt lehet játéknak is használni, de akik csinálták, egy óriási hasznot szereztek. Meg volt mögött egy koncepció. Most ez csak az előszobája annak, hogy mi gyakorlatilag bármit tokenizáljunk. Tehát ugyanúgy a gépjárműveket, hogyha megvan egy olyan azonosító, vagy ami alapján be tudjuk azonosítani az adott gépjárművet, akkor föl tudjuk vinni egy olyan rendszerbe, ahol magát a tulajdonjogát tök jól tudjuk cserélni. Itt lesz ez fontos, hogy maga az értékeknek a cseréjét, ez nagyon megkönnyíti, ez a likviditást. És ahogy említettem, hogy az informatika lehetővé teszi azt is akár, hogy mondjuk, amit említettem, hogy egy képnek mondjuk csak az 1%-át bírtam, akár befektetési szempontból. Hogy lehet, hogy nem tudom megvenni az egész monalizát, de mondjuk lehet, hogy egy 100 000-1 %-át mondjuk tudnám bírtokolni, vagy ilyesmi. Hát lehet automatizálni tökre ezeket a dolgokat, és akkor, hogyha valaki szeretné tőle megvenni azt a 100 000-1 %-ot, akkor azt el tudom adni neki egyszerűen a okosszerződésen keresztül. Viszont fontosnak tartom azt, hogy a blockchain technológia az sok mindenre jó, de nem szeretném, hogy azt hinnék, hogy mindenre jó. De ez, most sokszor látom azt, hogy olyan effektus van, amikor van egy kalapács a kezünkben, akkor gyakorlatilag mindenhoz szöget látunk. És nem jó az, hogyha ez a kalapácsos blockchain nevet visel. Hát nem jó mindenre. Alapvetően, ha általában úgy definíció szinten ki lehet cserélni a blockchain adatbázisra, akkor azt meg lehet adni adatbázis is rendesen. Nagyon sok minden van, amire ez egy jó megoldás kínál, és még igazából igyekszik felfedezni azt, hogy ez mindenre lehet jó. Nem feltétlenül a blockchain lesz az, ahogy az elején is mondta, annak más technológiák is, ami tök jó. Nem biztos, hogy a blockchain lesz az, ami úgymond a nagy befutó lesz, csak most jelenleg ezzel kezdtünk el úgymond igazán foglalkozni. És ami még fontos, az a felhasználói élmény. Olyan szempontból, hogyha egy szolgáltatást átalakítunk, ami például egy biztosítási szolgáltatás, nem azt mondjuk, hogy van egy biztosító, ahol mi szerződést kötöttünk és vagyunk, hanem azt mondjuk, hogy egy ilyen közösség biztosítása, egy elosztott közösség, van, és ott csinálunk gyakorlatilag egy ilyen biztosítási rendszert, és gyakorlatilag van is fut a közösségben, van egy szabályrendszer, az alapján kezdjük a biztosításokat. Maga, amikor a felhasználó találkozik vele, az nem jó, hogyha nagyon látja a változást és nem érti. Az a jó, hogyha nem vesz észre, hogy mögötte a technológia kicserélődő, csak azt látja, hogy jól működik. Például annyi értelemben, hogy mind a mai nap is utalunk online, vagy fizetünk PayPass-szal, de igazából nem nagyon érdekel minket, hogy mi van mögötte, vagy az hogy néz ki, vagy igazából most a PayPass-nál tényleg átment olyan gyorsan a pénz, vagy csak így úgy könyvelték, vagy ilyesmi. Tehát az fontos lesz, hogyha elkezdünk új alkalmazásokat, vagy új szolgáltatásnak bevezetni ezen keresztül, hogy az által felhasználó száma legyen drasztikusan más, az alapvetően nem jó, mert annak ellenére, hogy nagyon jól adottáljuk már az új innovációkat, nem úgy, ez drasztikus változás. Ami még fontos szerintem, ami igazán érdekesség, hogy ezt mennyi mindenre föl lehet még használni. El lehet képzelni azt például, hogy van lesz nekem egy önvezető autó, akinek van egy saját számlaszáma, mert amikor mondjuk én este alszok, és ezt a kocsit amúgy nem használom ki, az önvezető autó elkezd mondjuk saját maga a taxiszolgáltatásként üzemelni, és gyűjti magának a pénzt. Ezek ilyeneket is el lehet képzelni.
Mert nincs egy ilyen központi fennhatóság, vagy attól függ, hogy persze milyen rendszerről beszélünk, de azt mondom, hogy nagyon sok mindenre fel lehet ezt használni. Vagy mondjuk képzeljük el azt, amikor a mosogatógép elkezd licitálni áramra. Ilyen felhasználásokra. Tehát ez nagyon durva példák, csak épp azért terveztem az előadást, hogy lássuk szépen kibontak, hogy milyen problémákban indultunk ki, és hova juthatunk el ezekre a megoldásokra. Én úgy gondolom, hogy még nagyon az elején vagyunk ezeknek a megoldásoknak, és szerintem sokszor nem is jó az, hogy egy kicsit meghaladjuk azt, amit mi megszoktunk, mert ha megnézzük a társadalomban a pénznek az alakulás, a változása is követte a tempót az emberekkel. Tehát, hogy azt, hogy ahogy bonyolódott a társadalmunk, úgy egyre komplexebbek lettek a mechanizmusok is, tehát hogy a pénzek is. Most nem jó, hogy előre szaladunk, meg azt sem, hogy nem valunk. Tehát olyan időszak van, amiben egy ilyen forradalom jellegű, és nyilván eljönnek olyan helyzetek, hogy mondjuk kitaláljuk a kriptovalutákat, és tök jó, mert lehetne 3 másodperc alatt utalni, bárhonnan, bárhol, bármikor, és ezt egy informatikai megoldás hozza létre, és nem is egy ország. De és akkor elkezdünk ezzel azt mondani, hogy tök jó, akkor spekuláljunk vele. És akkor kezdjünk el venni kriptovalutákat, kereskedjünk vele, hát fölmegy, adjuk el, vegyünk, napi szinten trédeljünk, meg ilyesmi. Elindul egy ilyen folyamat, de hogyha ez, azt mondom, ez nem történik meg, hogyha a bitcoin nem kezd viszonylag módon emelkedni, akkor talán nem is hívja fel magára ennyire a figyelmet. Ugyanúgy, ahogy amikor egy új gépet létrehozunk, vagy megállapodunk, akkor először látjuk gyakorlatban, akkor nem mindig olyan, ahogy szeretnénk. De nem is, hogy valakunk, sok-sok-sok változáson megy keresztül. Jó, most így egy levegővételnél, ennyit terveztem, és rátérjük a kérdések, és annak nyomán is tovább tudunk menni. Hogyha nincs sok kérdés, akkor én hoztam még mondani érdekességet, bemutatom egyik saját projektemet, amit dolgozom, ilyen pilot projektet. Úgyhogy fölmenjük a slide-ra, jó, hogy ilyen kevesen vagyunk, akkor mehet ez másképp is. Megpróbáljuk adni akkor szóban. Kinek van kérdése? Bármilyen kérdése. Megvárjuk, amíg a slide-on betölt. Úgy haladunk előre, hogy mindig egyre nehezebb kibányászni. Tehát alapvetően úgy van kitalálva a program is, hogy egyre nehezebb kibányászni a következőket. Tehát amiatt nehéz még beleszállni a bányászásba, ugye ehhez egy nagyon jó, nagyon nagy számítási kapacitás kell. És hogy eleinte még úgy indult el, hogy lehetett bányászni, mert ez is tök jó videókártyával, meg ilyenek, csak erre nyilván gyakorlatilag ráépültek cégek, kitelepültek Izlandra, vagy Oroszországban, a hidegebb vidékekre, és ott üzemeltetnek gyakorlatilag ilyen Google szerverszobányi nagyságú termekben csak gépeket, amik üzemelnek, mert nagyon nehéz így igazán beszállni. Amilyen lehetőség van, az általában most már van ilyen célgépekkel lehet jól bányászni, csak az asszokokkal. Ilyenkor érdemes általában egy pullokban rendezni. Ez úgy néz, hogy általában amikor én bányászni szeretnék, akkor kitalálhatom azt, hogy én egy egyedülálló csomópont leszek és elkezdek bányászgatni, de nyilván a számítási kapacitás nem tudom felülmúlni azt, akik mondjuk egy óriási parkot üzemeltetnek ezzel kapcsolatban. Ezért létrejött az a gondolat, hogy mi lenne, hogyha csapatokba rendeződnénk, és akkor gyakorlatilag a bitcoin bányászat az már ilyen csapatoknak a csatája, akik megküzdenek egymással. Tehát csatlakozni tudunk ezekhez a pungokhoz, és akkor ott az arányos, amennyit mi is hozzáadtunk a rendszerhez, hogyha az a csapat nyer, akkor lebontják meg azt a kis pénzt, és megkaphatjuk.
Igazából emiatt is nehezebb, hogy nagyon sokan kezdtek el ezzel foglalkozni. De nagyon nagy a verseny, egy nehezebb így kis felhasználóként. Én általában azt javaslom, hogy alapvetően Magyarországon nehéz a helyzet, mert iszonyat magas a rezsi költsége. Már nagyon, nagyon drága az állam itthon, nagyon nem érjenek. Viszont mondjuk ételt, vagy zékest, vagy van néhány kriptót, amelyen megéri így is úgymond bányászni. Ez egy jó koncepció kell, általában ezt úgy szokták csinálni, hogy összekötnek, főleg videókártyáknak van jó, a processzor, a GPU-nak van jó számítási kapacitása, ez kötik gyakorlatilag össze sok videókártyát, és azt úgymond üzemeltetik. Ennek a, úgy kell kalkulálni a küldési költséget, sok egyéb költsége jár. Én láttam a rendszereket, amik azt csinálják, mivel nagyon sok hőt termel, ezért egy ilyen hőbefúvásos rendszerrel fűtik a házat, mi ilyesmi. Ha van kérdés, akkor nyugodtan tegyétek fel, hogy gyúrok a neten, hogy összejön a internet. Jó, akkor elkezdek beszélni a saját megoldásommal foglalkozni. Én, amivel elkezdtem foglalkozni egy csoporttársammal, az volt, hogy azt látjuk mondjuk az autóknál, autók esetében, hogy egy új autó, mindig új autó, még meg nem történik az első vásárlás, amit a használt autót. Ez egy nagyon idéglenes fogalom, hogy valami új autó. Viszont amikor a használt autókról beszélünk, akkor gyakorlatilag mindig felmerül az a kérdés bennünk, hogy hát igen, de mi van, hogyha az előző tulaj összetörte, csak jól megcsinálták és nem látszik. Hogy az autó lopott, vagy egyéb dolgok felmerülnek, legyen bizalmatlanság ezzel kapcsolatban, hogy a használt autók kapcsán. Hogy érzünk időnként. Vagy az, hogy a szervizfőmet is tök jól lehet hamisítani már manapság. Akár a szakszervizek is tudnak ebben segíteni nekünk. Már eleget fizetünk, de nincs egy garancia. És a megoldásunk az, hogy milyen lenne az, hogyha nagyon sok adatbázisban tárolunk egy autós tapasztalatokat. Vannak hatósági nyilvántartások, akkor vannak a szakszervizek nyilvántartások, amik vezetnek adatokat az autókhoz, azt általában nem szokták kiadni csak a tulajnak. Ez a sok más helyen a biztosítónál vannak adatok tárolva egy autóval. Most mi lenne, ha ezt egy helyen tudnánk, egy autóhoz meg tudnánk tekinteni az összes hozzá kapcsolódó adatot. És mi megoldásunk azt találtuk ki, hogy gyakorlatilag létrehozunk egy blockchain hálózatra, fogjuk nyomon követni az autókat. Ez úgy fog működni, hogy minden autóhoz fog tartozni, mondjuk a számlaszám, és amikor mondjuk egy gyártó legyártja az autót, akkor elkészít egy dokumentumot, a mai nap is ugye elkészít dokumentumot, csak által a papíron, de a mi esetünkben elkészülne ez úgymond digitálisan, és ez gyakorlatilag átküldésre kerülne az autó számlájára. Ugyanúgy, mint akár egy kriptovalutának, hogy utalunk egyik harmad B-be, csak itt nem úgymond számértéket küldünk, hanem egy stringet. Ugye értelemszer nem a számlák tárolása se, csak egy kicsit szoktuk fogalmazni, hanem ez csak voltak a magában a könyvelésben jelenik meg ez a dolgot, abban lehet megnézni. Ugyanígy, ahogy a gyártó létrehozza az autót, ugyanúgy a szakszerviz készít egy bejegyzést az autóról, vagy akár a biztosító kárfelmérésén, ugyanúgy elküldi ezt a dokumentumot az autó számlaszámára, és akkor meg tudom nézni, hogy az autó számlaszámára hozzá kapcsolódó, de akkor összesen az autón az életünkkel tudom így működni. Ez nekünk az alapkoncepció. A nehézség az, mert ezt nem csak mi találtuk, hanem ezt találták már mások is velünk egy időben, akik gyorsabbak voltak és ők már futórendszerként tudják üzemelni, hiszen most azon dolgozunk, most már mások megcsinálták, hogy hogyan tudunk különbözni a többiektől. Mert ezzel kapcsolatban, hogy meséltem, hogy az ISO megoldások, ezek nagyon népszerűek lehet, tehát nagyon könnyedén lehet úgymond tőkét gyűjteni, és ez nagyon megmozgatja azokat is, akik vállalkozók kedvűek, csak rá nehezen féltek hozzá tőkeinjekcióhoz. Ezzel nagyon jól lehet ezeket a megoldásokat megcsinálni, és ha születik egy ötletünk, akkor azt mondja, hogy nem csak mi találtuk ki, hanem mások is nagyon gyorsan kell megvalósításban, marketingben, csapatban, pénzben, ez egy nehéz verseny. Nagyon sokféle megoldása, amivel én találkoztam itt a blockchain-nek kapcsolatban. Én említettem például is, amikor követik azt, hogy az állatok, adott esetben egy malac, amíg megszületik, stb. Annak is követik az életútját, tehát odáig el nem jut,
hogy nekem ott lesz szivasztalom van, mint egy egytárítál, vagy ilyesmi. Tehát így ilyen garanciákat is lehet találni. Igen? Hát nem mindig van a malacin egy helyben, van, amikor viszi, tehát hogy utána mondjuk általában úgy szokták, hogy olyanok is vannak, hogy ott a fülükön van egy chip vagy egy QR kódos biléta, és egy bizonyos időközönként kell leolvasni, nem történik, hogy leolvasni, és akkor elvesztik úgymond a könyvelésben azt a garanciát, hogy van arra malacra. Tehát hogy ez egy innentől a megoldás kérdésén után csinálják. Nem, mert alapvetően a könyveket, nem, tehát egy, a csomópontoknál meg lehetnek a könyvek, de nincs olyan, hogy birtokoljuk a... Tehát nagyon nehéz az, hogy a számítási kapacitásnak több mint a felét valaki birtokolja egy maga ugyanúgy. Tehát ezt nagyon nehéz megvalósítani. De magát a könyveknek a birtoklása az... hogy mondjam, ha valaki birtokolná a könyvek több mint a nagy részét, akkor alig lenne más ember a hálózatban rajta kívül. Ja, hogy legyen egy nagy számítási kapacitás emberünk. Igazából senki nem tudott van nagyjára, hogy ez egy akkora rendszer, több milliárd dollár működik ebben benne. Nem tudott még a nagy cég lenni, hogy ez megtörténik. Ugye ez a 51%-os támadás gyakorlatilag. Az, hogy a könyvelést megmásítsuk, tehát visszafel nehéz másítani. Most a következőket kell dolgozni a módosításon. De ez gyakorlatilag ezt nem lehet megoldani. De ez akkora, nagyon sokan vannak ebben a rendszerben, hogy nehéz egy olyan akkora céget birtokolni. Gyakorlatilag itt több országok a GDP-ben érte a Bitcoin, ami van benne a rendszer. De az a tőkekapitalizáció benne van, az olyan nagy, hogy nincs akkora szerep a világban, aki ezt meg tudná oldani ezt a problémát. Emiatt amúgy egy jó garancia ilyen szempontból ez a mechanizmus. De nagyon nehéz ezt így birtokolni. Akár hogyha nem a bányászós részét nézzük, hanem valami mechanizmus, amikor úgymond tőkét kell letétbe helyezni, ott például ott is nagyon nehéz az, hogy akkora pénzmennyiséget birtokolja valaki a rendszerben. Tehát az esély megvan rá, csak olyan minimális, hogy valaki akkora számítási kapacitással rendelkezik, hogy szinte lehetetlen, szinte, de igen, egyetértek, hogy van benne lehetőség. Az internetet nem tudtam elővarázsolni. Úgyhogy ha vannak kérdése, akkor mégiscsak személyesen tudjuk feltenni. Ha van valaki kérdése, akkor nyugodtan kérdezitek, hogy bármivel kapcsolatban. Ja, jó, az nagyon szuper. Nálam elmentem el. Senki sem lesz olyan kegyes, hogy valahonnan előkeríti. Nem lehet kitalálni, hát az elveszek ott tényleg, akkor nem férjük hozzá. Akkor lesz egy olyan pénz a rendszerben, ami csak ott van. Ja.
nem tudok róla, hogy ilyen szempontból, hogyha mondjuk veszünk, amolyan partnerünk kurvét kövődni, és elhagyja hozzá a privát kocsot, és sehol nem tárolta meg ilyesre, akkor akár jelenleg úgy tudom, hogy nem lehet hozzáférni, mert nehéz kitalálni. A privát kocsot azért csináltak a bonyolultra, ne lehessen azt, hogy valaki ilyen rootforce jelenleg elkezdi körgetni ezeket a karateres kocsokat, és hát a kitalálni. Neked ez nagyon nehéz kitalálni. Talán Petra nem tudok hozzáférni. De ugye gyakorlatilag itt egy elosztott rendszer van, tehát egy, akit nem tudunk odafordulni, mint hogy manapság a bankhoz, hogy léci, valami baj van és nincs, mert itt semmilyen sem fizetünk van extra szolgáltatásért. Kifejtünk szívesen még egyszer, de a lényeg az, hogy konszenzus analizmusok, ezek a merényezési analizmusok mindig arról szólnak, hogy a következő blokkot, vagy a következő füzetlapot a füzetünkhöz, ezt hogyan fogadjuk el, hogyan csatoljuk hozzá. Meg kell egyezni abban, mert egy csapatban senki sem úgy mondja. Egyenlő jogosultságaink vannak. És ha mindannyian vezetjük ezt azt a könyvelést, hogy mindannyian vezetünk, meg kell egyezni, hogy melyik az a lap, amiben a megfelelő. És ezt el kell fogadnunk valamilyen módon. Ennek az elfogadására van egy olyan megoldás, amikor gyakorlatilag hitelesítési folyamatosan, lezárási folyamatosság, van egy matematikai problémát, meg kell oldani, ami alapján egyre nehezebb is, ugye ahogy Bitcoin esetében. És ehhez kell a számítási kapacitás. Ez gyakorlatilag a bányászásnak a folyamat, hogy dolgozunk, hogy megoldjuk ezt a problémát. És a kedvkészre az ugye felmutatóan egy ilyen karakteres adott egy számot. Ez a úgymond a proof of work, tehát a munkának ez a bizonyítéka, hogy ezt a legenerált megcsináltak. Ezt a szétküldi mindenkinek, megnézzük, hogy ez jó, elfogadja a csapatnak nagy része, akkor ez a lap, vagy az a blog hozzácsatolásukra volt a dologhoz. Maga, amikor bányászgépet üzemeltetünk, az lényegében különböző matematikai problémákat igyekszik megoldani. Nem tudom, hogy ezzel jól válaszoltam a kérdésre. Van, nincs még a kérdés? Ja, jó, nyugodtan. Igen, van, igen. Igen, ezekre vigyáznak el. Az van, hogy a készpénz. Ha felültenek vagyunk, akkor nem tudják venni, tehát erre figyelnünk kell. De van több, úgymond ezeknek a tárcáknak, van több ilyen biztonsági funkció is. Több ilyen szolgálépéshez, meg ilyesmi. Tehát, hogy van olyan is, hogy jó, elveszik a privát kulcsokat, akkor jó, akkor elveszhetünk, mi nem férjük hozzá, amikor ott esetben nem tároltuk el máshol, vagy ilyesmi. Arra legalább örülhetünk, hogy más sem fér hozzá. De vannak ilyen biztonsági megoldások, de hogyha már mi elhagyjuk, akkor azt hittem mindegy. Ezért kell figyelni arra, hogy például amikor ezeket külön eltállunk, és javasolok, és nagyon fontos ezt külön eltállani, akkor gyakorlatilag ilyen elszeparált, elszeparált helyeken tárgy. Van értelme, hogy mondjuk a másik gépben a levő tárcán a privát kulcsait nem eltettem egy pendrive-ra, amit eltárolok valahol, nyilván nem mondok el. De az olyas, hogy nekem az a gépem tönkre megy, akkor egy másik gépen az a táncát letöltöm, beleépek egy jelszavakba, stb. És úgymond beimportálok azokat a kulcsokat, és akkor hozzá tudok férni. Tehát mindenki a hozzáféréshez kell a privát kulcsok. Publikus kulcsok az nyugodtan szétküldhetjük bárkinek, arra csak pénzt tudnak küldeni. De ez ilyen. Vannak ezek a hardware-es tárcák, igen, ezek vannak, mint egy pendrive gyakorlatilag általában így látjuk őket. Ez annyi az érdekesség, hogy ez úgy hardware-es, gyakorlatilag egy asztali gép, úgy, hogy ott van az eszköz, és van rajta egy szoftver, és az a gyakorlatilag a tárca. Ugyanúgy hasonló, ugyanaz az el van rajta, mint az, hogy a gépen fut egy szoftver, és az a tárca, és azon keresztül utalom, stb.
hát az ilyen, tehát a hardware-es tárcák sem lenne extra. Arra azt mondták, hogy az biztonságosan, mert vannak ilyen extra mechanizmus, extra szolgáltatásra, amit adott esetben nyújtunk, mondjuk biztonság szempontjából. Igen, igen, de ezekre vigyázni kell. Ezért mondom, hogy hogyha nagy pénzeket tároljuk, érdemes ugye több helyen tárolni ezekhez a hozzáféréseket, illetve a kis pénzek lehet használni online tárcákat, ami gyors utalásokra használni ilyesmi. De most kényelmes, de tényleg az, hogy amikor 3 másodperc alatt tudok utalni bármi, és tényleg átlan annyi idő alatt, azt hiszem tök jó. És majdnem nulla tranzakciós költséggel. Volt egy kérdés. Igen, és nagyon vigyázni kell. Ezért mondom, hogy ezek a tárcáknak több olyan funkció is van, hogy több szintű belépés, vagy ilyesmi. Tehát ugye több helyen eltárolom, egyrészt vigyázzak rá, másrészt, hogy állítsak be mindegyik tárcán olyan biztonsági belépést, hogyha valaki megszerezni az egyiket, akkor se tudja használni, hogy igazán. Igen? Tulajdonképpen. Hát ez olyan, hogy igen, amit nagyon kérdés, hogy nekem is van egy privát kulcs, és utána tudom, hogy valaki másnak, hogy használja, akkor gyakorlatilag használtam mind a kettőt is. Előbb-utóbb van, hogy el fog fogyni a pénz. Tehát, hogy ugyanúgy ahhoz a privát kulcshoz tartozik volna egy összeg, nincsen kétszeres költés, aki előbb utalt el, azt akkor az utalások menni. Hát van, lenne egy felhasználó, és azt mondjuk, többen használják. De ritka eset által vigyázzuk is el dolgokat. De tényleg erre nagyon kell vigyázni, mert a befektetés szempontjából is sok helyen lát ezt tanácsadásként, hogy vagyunk kriptovalutát, meg ilyesmi. Szeretném mondani, hogy ez egy fokozottan veszélyes terület, nagyon szempontból, nagyon rizikós, így fogalmazva rizikós. Nem véletlenül mozgatja sok befektető fantáziáját, mindig az érdekes, ami sokat ígérhet, mint a tőzsdénél is. Ezekre nincsenek ilyen garanciák, meg ilyesmi, de nagyon vigyázni kell. Tehát, hogy én foglalkoztam egy időben többet kriptovalutás befektetésekkel is, meg minden. Tehát vigyázni kell. Nem olyan szempontból is, hogy én például belefutottam egy olyan hibában, hogy volt nekem bitcoinom is, de volt egy ilyen időszak, amikor a tanácsony környéken egyrészt a bitcoin fölment, elérte a 20 000-re, ez tök jó lett volna, rászerettem volna egyik tárcámon menteni a másikba, csak aztán kiderült, hogy hoppá, fölment a tranzakciós díj 7000 forintra. Na az már nem olyan, nem volt olyan baráti megjelenik. Tehát, hogy utaltam kettőt, akkor a pénzemnek egy része, amit annál tárcán használtam, azt elbuktam. Jó, vannak ilyen történetek, és azt, hogy vigyázni kell, mert nem áll, mint a banknál, hogy amúgy jóságosak vagyunk sokszor, hogy ilyesmi, meg segítenek. Itt nincs egy telefonos ügyfélszolgálat, aki minket figyelmeztet a dolgokra. Hát ez egy veszély, ez egy olyan terület, ahol sok minden érhet minket. Van is érhet, például voltak különböző botrányok is, amikor, hogy mondjam, de ahogy meséltem, van a szabályrendszer, amit kérünk a közösségben. Most ezt frissíti, és az, hogy ki lesz többen az, aki átáll arra a másik szabályrendszerre, vagy azok, akik itt maradnak a régiben, az sem mindegy. De akkor ott szét tudnak állni a közösség, ha nem kompatibil is. De el is figyelni kell, hogy milyen változások történnek. Igen. Hát attól függ, tehát ugye van a bányászás, az gyakorlatilag ez egy szinte külön is lehet kezelni, az hogy egy jó, viszonylag jó kiforrott terület, hogy mit hogy csinálnak, vagy ilyesmi. De az, hogy milyen alkalmazások vannak, mérnek a területen, mondjuk ilyenek például, ilyen például egy gépjárműveknek a nyomkövetése, ilyesmi. Ezt meg lehet valósítani akár alkotrészekhez is hasonló. És hirtelen
jutott eszembe, de milyen tendetre gondoltál egy ilyen? Ilyen hasonlóak vannak, ugye ez nem kell alapvetően blockchain, ez csak annyi valakinek fizetsz azért, hogy elvégzi azt a számítást. Tehát ez alapvetően a blockchain általában valami, egy könyvelés technika, egy adat struktúráról beszélünk. Ez így alapvetően ilyen jellegű. De ami jól mondod az ötletet, van például megoldások vannak, mondjuk ilyen szabadalmi megoldások például, hogy van nekünk mondjuk egy, mondjuk olyan ötletek is, van egy tök jó kódsorú, hogy mi találtunk ki, mondjuk egy jó algoritmusunk, és szeretnénk levédetni, akkor hogyha van erre egy olyan alkalmazás, a szolgáltatási kiforma, akkor ebben egy ilyen blockchain-en keresztül ezt tök jól lehet levédetni, mert benne van gyakorlatilag a könyvelésben, kihez tartozik. Ilyen megoldásokat, ötleteket már láttam. Jó, van kérdés, nyugodtan. Jó, hát akkor köszönöm szépen, hogy itt lehet, teljesen meghallgattatok. Van még kérdés, akkor nyugodtan még itt leszek.